Igen, aktív héten vannak túl a dunaújvárosi asztali teniszezők. Hétközben a dunaújvárosi főiskola DSE játékosai szexárdon értek el szép eredményeket az országos bajnokságon. Bokros Kamilla az OB-n Bali Bettinával a legjobb 16 közé jutott. Most voltunk Szexárdon csütörtökön és pénteken ranglista versenyen. A serdülőben a legjobb 32 közé jutottam, és sajnos egy nagyon nehéz ellenfelet kaptam, aki kint játszik Németországban. Az ifjúsági versenyszámban pedig nem sikerült főtáblára kerülnöm, de ott is nyertem meccseket. Hát azért fiatalkoron ellenére ez hatalmas eredménynek számít. Mióta játszod ezt a játékot, és miért kezdted el? Hát körülbelül két éve játszok, itt kezdtem a Daséba, és most már a főiskolán játszok. Mi a célod a későbbiekben a játékkal? Meddig szeretnéd folytatni? Mi az álom, amit el szeretnél érni? Hát szeretnék jövőre a serdülő ranglistán a 20-akba, és talán még a top 12-ben is benne lenni, és nagyon sokáig szeretném játszani. Én 3 éve pingpongozok, itt kezdtem a Daséban, és nagyon szeretem, mert úgy érzem, hogy ez az a sport, ami nekem jó, mert nem kell hozzá annyi fizikai erő, és mégis gondolkodni is kell közben, tehát nekem tetszik ezért. Melyik az eredmény, amelyikre leginkább büszke vagy az eddigi pályafutásod során? Nem tudom, hát nagyon sok megyei versenyen szerepeltünk jól, sokat nyertünk az egyesülettel, és ezekre mind büszke vagyok. Egyéniben vagy párosban fogsz elindulni, és melyiket szeretted ezek közül inkább? Mindkettőben elindulunk, és a páros talán jobban szeretem, mert ott a csapatmunka is kell. A versenykiírás értelmében minden hétvégén rendeznek ranglistás versenyeket, ahol a főiskola játékosai remek eredményeket érnek el, hála a befektetett munkának. Hát minden héten van most már OB, vagy területi versenyek, hál' Istennek egyre több versenyen tudunk részt venni. Az eredmény meg attól függ, hogy ebben mennyit tudunk beletenni, milyen edzésmunkával és mennyit tesznek hozzá a gyerekek. Ha már az edzésmunkáról volt szó, meg is kérdezem, mennyit tesznek akkor hozzá a gyerekek? Milyen a hozzáállásuk? Hogyan állnak hozzá magához ehhez a sporthoz? Hát örülnénk, ha egyre többen megjelennek az edzésen. Akik jelen vannak, azok 100%-kal. Lehet látni a teljesítmény, ki az a játékos, aki oda teszi magát. Azok ott vagyunk most már az első 32-ben, az azt jelenti, hogy a főtábla az IFI és a serdülő mezőnybe. Szepesi Hanna és a Bokros Kamilla is mind a ranglistán szerepel, ami elől van. Hétvégén azonban már hazai pályán kellett bizonyítania a főiskola versenyzőinek, ugyanis megrendezte hagyományos György Sándor asztali tenisz emlékversenyét a Dunaújvárosi Asztali Tenisz Sportegyesület. A 35 éves múltra visszatekintő versenyre a megyéből közel 50 játékos érkezett. A torna célja a lehetőséget biztosítani az utánpótlás korú játékosoknak a versenyzésre, az erőpróbára. A verseny a szó legszorosabb értelmében vett utánpótlásról szól, azaz az újonc kategóriákról, illetőleg a serdülő kategóriákról, fiúk és lányok vegyesen. Egykoron azért még ennél is többen voltunk, alig lehetett elférnie a még régen a nagy Vasmű kultúrteremben, de nagyon biztató a mostani trend. Egyre több településen gondolják úgy, hogy ezt a szép sportot továbbra is kell űzni, így elég szép számmal jöttünk össze, 6 Fehér megyei település csapata küzd, Dunaújvárosból 2 is, a Dunaújvárosi Főiskola csapata megtisztelte jelenlétével, játékos gárdájával egyesületünket, illetőleg hát a legnépesebb a hazai csapat természetesen. De itt vannak a Szonditól, Polgárditól, Sárbogárról, küzdenek, hajtanak, egész napos verseny. Dunaújváros önkormányzata nem csak a profi sportot támogatja, hanem az amatőr versenyeket is. Azt szeretnénk, ha minél több fiatal sportolna a városban, mondta Stankovics László, a sportbizottság elnöke. Nagyon fontos, hogy a gyermekek a jövő nemzedéke sportoljon, és ha nem is profi módon, és nem is lesz profi, egy idő azért amatőr módon sportoljon, és minden nap mozogjon egy kicsit. Az emléktorna legeredményesebb játékos a német Pál lett, akinek 3 érmet akasztottak a nyakába. Az újonc és a serdülő egyénit is megnyerte, valamint párosban is a dobogó tetejére állhatott.